Tóth nevezetű Flóra. Ó, kis levél, levelező lapát,
Hova bújtál? Igékkeld a nagy ijedelmére. Hányadik pohár törkölje ez, József? Hetedik. Csak? Beosztom az erősebb italú helyekre, a végén megyek. A kastély! Ezek mind a kastélyba mennek a fiatal Nagy István nagyságosnak. Szolgos, mint a muszkotáj. Tessék csak! Kenodő! Mind szerelmes levél, mind ő kapja. Ezek meg az öreg kastélyba az öreg nagy nagyságos úrnak, mint fai üzletes levelek. Többet kap egy nap egy maga, mint az egész falu minden izraelitája egész hónapban. De mikor gyűn meg az új tanítón? Vagy igen, az a levél. Harmadik napja hordom magamnál, magamnak beadom. Nincs benne semmi, csak hogy itt a kántor úrnál fog szállni. Beinvitálja magát, ha szívesen elfogadják. De mikor gyűl? Mikor? Hónap. Ma. Tegnap. Hát nincs. Alig, ha nem otthon maradt. Majd beadom hónap. Máskor vagy hozzon kerülevelet, vagy ne hozzon. Dicsért tessék! Te sem már jó szót szólni annak a kutyának! Vissza! Vissza! Dicsért tessék! Úgy illett volna, hogy valaki kimenjen elébe a vasút. Hogy megjönne most? Már jönnek is az állomástól! Nézze! A nagyságos úr! A fiatal! Öt fekete sárkány! Nézze, hogy hajt! Az a hirtelen szőke színésznő mellette. Ismerem én Pestről. Kisasszony, színésznő. Az a? Az új tanító kisasszony, nem? Nem. Ott zögyköl előre a fiáker, csak egy cilinderes figét ül rajta. Tóth Flóra. Tóth Flóra. Vajon milyen lesz? Képzelem, milyen lehet, aki ide jön. Olyan lehet, mint én. Magának félek tetszeni fog. Nekem? Egy hektikás tanítón? Száraz, csontos, nagyon. Miből gondolja, hogy ilyen? Miért jönne ide, hogyha 22 éves és kitűnő képesítése van? Testi hibájának kell lenni. Nincs ott egy nő férfi kalap. Már a posta is bekocogott. Nem jött. Jobb is, hogy nem törte magát híjjel. Okosabbnak tartott a sötétesre megérkezni. Szabad! Jó napot! Az új tanítónő vagyok. Jó helyen járok a kántor úréknek? Jó helyen! Jó helyen! Hozta Isten lelkem! A főúr? Az apám. Te se lehet csak kijátszani a partit. Olvastam, hogy a kártyás embert nem szabad zavarni. Köszönjük! Remélem szerencsét hoztam valamelyiküknek. Mindkettőjüknek. Mindenkinek. Köszönöm a levelüket, hogy elfogadnak. Az enyémet, az utolsót nem tetszett? Nem, nem, kisasszony, csak a postás mondta. Na, most mondta, különben kimentünk volna a vasúthoz a mellé. Én kató vagyok. Kár, olyan jó mariska harca van. Én meg Flóra. Szervusz. Szervusz. Ó. Oh. Jaj, de kedves szoba. Milyen jó szar van itt. Mindig ilyenről álmodtam a preparandiában. Hogy egyszer falun egy ilyen szobám lesz. Ó, ez a jó nagymama. Be jó lesz, ha be lesz fűtve. Pesti vagy? Ó, nem. Pesten alig van valaki, aki tényleg pesti. Túl a Dunai vagyok. Tó, Győrki vagy Csidrédi Tó? Azt hiszem, Krumplis Tót. Az apám csak felvidéki. Tedd le a kalapod, lelkem. Nem vagy ilyes, lelkem. Ó, nem. Ha az ember utazik, folyton eszik. De mégis valamit. Mit tettél? Automatát. Minden állomáson kitakarítottam az automatát. Cukros mandulát, savanyú bombont, gyufát, kölni vizet. 3 forintban maradt mégis. Ebben a ruhában nincs zsebem. Kató, tegyed ezt el nekem, kérlek. Van víz a laborban? Van. Enni kell. Itt enni kell. Egy kis béles sütöttem, egy kis írós tésztát, mindjárt. De szép a tiszt ez. Hány koronaméterje? Kettő. Pest, az mégiscsak Pest. Hát hogy lehet Pestről elkívánkozni? A mi boltunkban csak drága sejem van. Nagyon finom vagy nagyon ordinári? Ti boltosak is vagytok? Hogyne? Szövetkezek.
apám boltos. Nagyon megtanulta. Én nem beszélek, én dolgozom. Más vele? Itt kit temetni? Az öregek majdnem itt kimentek Amerikába. És a bolt is itt van a házban? Itt. Hol? Gyere! Ez az. Vagy csak ki az? A főtisztelendő káplán úr. Mit cipláltottok? Mire az atlasz csinálni? Sehet! Samu! Ne adjon neki! Ki az a Samu? Az iras, a sekrestés, nagy tolvaj. Az uratok Amerikában ólóbányákban. A kedvesetek katona. És ti itt kivalkodtok? Kinek? Hát magának, tente! Főtisztelendő úr! Érdekes, hogy hely. De szeretem, hogy ide jutottam. Az első tapasztalás. Szeretek tapasztalni. Én is. Egy úton járunk. Van szerencsém. Tuza! És én hol állszom? Ott az ágyon. Nem a díványon? Nem. Én fogok a díványon. Ezen más senki se tud. De én még soha ágyban nem aludtam, mindig díványon. Én sem. Ágyban nem is tudnék. No, akkor mi vagyunk a két díványon álló lány. Összebarátkozni. Ennyi, de sűrű, fiatalok, csak csókolódnak, csókolódnak. Nem szabad, nem vagyok én püspök, nem is akartam az lenni, de nem is lehettem volna. A falu nem eresztette. Aki egyszer ide kerül, az ki nem szabadul innen többet. Beleragad a sárba. Mondd csak, lányom, hogy jutott eszedbe, hogy ide jöjj? Ide a világ végére, mi? Mindenfelé pályáztam, nem kellettem sehol. Nem volt pártfogom. Azaz, hogy lett volna csak. Ja, igen. Megválasztottak protekció nélkül. Igen, igen, emlékszem már, igen, a kegyúr, az öreg nagy, a bizonyítványokat átnézte, és azt mondta, hogy ezé a legjobb, ez legyen. Ezt nem tolja senki, ez kell. Majd menjen hozzá. Gazdag ember, de becsületes ember. Köszönd meg neki. Elmegyek. Kérem szépen, főnök. No. Megkapok valami külön útba igazítást a tantár irányára nézve. Micsoda irányatár? Jaj, nem, új szavak, nem szeretem ezeket. Majd a főtisztelendő káplánról idén azzal beszéld meg. Az az úr itten, ugye, adminisztrátor. Engem is tirandizál. Nem engedi, hogy esetén túl tegyek. Ma kávén élünk, érted? Mi az? Tudod, mi az ma kávé? Borzal vagy. Na. Szereted a gyümölcsöt? Megélnék rajta. Na, várjál. Azt mondja, hogy aranyra vett. Eszted meg, na. Ez ilyen honi somfai. Ez még nem elég élet, majd tedd be a sifonodba, jó? Azt mondja, hogy ez a vérvérű cigányom. Látszatra szerint. De olyan az íze, mint a manna. Ezt is edd meg. Hey, de finom kis egerek jártak felétek, hogy ilyen jó kis fogakat raktak a szájukba. Vaksi vagyok, de azt látta, hogy a foga cikrázott, cikrázott. Na, egy kis körkétig a kuralájára. Ja, Istenem, nem is soha segíti az öreverem. Mindnek a fáját én ültettem. A gyümölcsét őszön már más szedik. Milyen igazságtalanság, hogy a fa elér száz meg száz évig, az ember pedig... Hát bizony, millió és millió évig egy csöppet itt, és nagyon-nagyon sokat odaállt. Vajon milyen lehet odaállt? Hát én nem sokára megtudom. Kíváncsi tetszik lenni rá? Hát ez is így. Igen, igen. Igazán megtehette volna, hogy egy kicsit a kedvenc teremtményének az embernek megfelezte volna az időt, ugye? Hogy mondjuk a felét itt éljük át az életnek, és a másik felét ott áll. Itt egész jó el lehet élni, nem? Élni, dolgozni. És szeretni, szeretni, szeretni. Na, most pedig szépen hazamegyünk. Kiabáltak csak át a Balázs Judinak az iskolába, ő az én kis szolgálónk, hogy vezessen haza. Judi! Judi! A főúr! Éppen, hogy a kezemet fogja, de a kis ügyes kezével úgy elkalauzol, hogy egy csepp sárga se enged belelépni. Na gyere, Judikám, mert kikapunk a káplán úrtól. Ja, Istenem, nem rossz a lábam, csak olyan makrancos. Tudod, makrancos. Na. Aztán nagyon vigyázz, kis lányom,
kis tanító kisasszony, ezzel az emberrel ne kártyál. Ne egyél mindig valahányszor a házi kisasszony kínálgat. Kenegedd valami csúfítóval, nehogy a szép Rajda, aki az egyetlen úri kisasszony itt, ne haragudjon rá. Csinosan ne járj, ne járj, nehogy az itteni urak beléd bolonduljanak. Udvaroltas magadnak, de minden, érted? Minden. És egy férfi van, akivel szóba ne állj. Hát a nevét akkor tessék megmondani. Majd elgyűlő, majd meglátod. Nagy István! Az az, az az. Hát akkor áldjon meg tőled a Jóisten. Ki ez a Nagy István? Hogy ki? Egy gazember. Lum, lóverseny alak. Ismerem én Pestről, Iszános. No, hát csak nem lehet olyan utolsó hajtunk szeretni. Az asszonyok megfolynak érte. A férfiak félnek tőle. Egy paraszmilliómos fia. A káplár úr. Jó napot, az új tanítónő. Pesten tetszett végezni? Igen. Vallás erkölcsi alapon áll ő? Nem én. A földön. Hát na jó, de mit él a földön? Ezen a szép, fekete magyar földön. Értem, kisasszony. Helyes. A hazát szeretni kell. De az első a születés. Ugye bár előbb születünk? Én jó katolikus vagyok. Bolond lennék, ha nem lennék az, amikor valakinek ilyen szép megszületite van. Szép. Ez olyan pesti beszéd. Ott abban a gyülerész városban mindenféle rohadt tanokkal szerítene magukat. Ez az úr is itt. Galád dolgokat gondol, látom az arcát. Az iskola szellemét én irányítom. És szabad tudnom a szellem miben lépét? Vallás és erkölcs. Hogy a nép tisztelje papját, tanítóját, urát. Úr tisztelő legyen, a népnek tisztelnie kell mindenki. Kivéve magát. Kötekedni miért osztatik vele? Én a főtisztelendő urat, Istenben. Csak az jutott eszembe, hogy aki papot én ismertem, az mind kövér és kedves volt. De ismertem egy lelkiatyát, aki szigorú volt, mint a főtisztelendő úr. Hamarosan képviselő lett, sőt, most már kanonok is. Mit akar ezzel mondani? Na, semmi rosszabb, csak nekem olyan kevés gondolatom van, mit ki kell mondani. Szabadna tanító úr? Bocsánatot, egy pár szót szeretnék váltani a tanító kisasszonnyal négy szem közt. A tejsűrűs kávé. Leányom, itt idegenben van. A falu más. A falu megváltozott. Sűrű vérű, túltáplált, élfajház férfiak közé jutott. Óhajtandó, hogy egy szilárd, erkölcsi alapokon álló férfi úra bízza magát. Mit gondol, ilyen? Látom. Azért vettem tanítónő, hogy magam legyek cselekedeteinek ura. A kísértése? Féljenek tőlem. Erős vagyok. Mikor prédikál a főtisztelendő úr? Szeretem az egyházi szónoklatot. A szószékről. Jó napot! Az új tanítónő, a szolgabíró úr. Sohom, van szerencsém. Hallom, gyalog jött be. Hát én kiküldtem volna a szandlalú felelbe. Szeret kocsikát? Nagyon, de nem igen próbáltam még. Milyen itt a gyerekek közt a közegészség? Ja, az akad, akad. Klub, meg diftéria, és karlát, olykor kénytelen vagyok az iskolát bezárni. Egyszer egy fél évig nem volt iskola. Baj, tőlem függ. Parancsol mindjárt kis szünetet. Nem, én szenvedélyesen szeretek tanítani, alig várom. No, csak csinje. Vigyázni kell a léppel, hát nem kell őket mindjárt megrohanni kultúrával. Lassú átmenete, a gyors átmenete okai a kora érettség, szocializmus. Előbb csak földerítő szolgálat, ez az én politikája. Ez az ő politikája. Egyáltalán talán nem vagyok szerénytelen, ha azt mondom, hogy itt én irányítom az uralkodó eszközt.
19. század uralkodó eszmét. Na, és a káplán, itt a nemzetisége, különösen a vérmes, gazdag és erős szerbek vesznek körül bennünket, nekem kell ügyelnem arra, hogy a faj magyar szupremáciáját, hogy úgy mondja, megrögzítse. Köszönöm. Akar ebben a megrögzítésben segíteni? Mert a tanítóné az iskolában és az iskolán kívül is rengeteget segíthet. Én szeretném, ha rám bíznám. Szeretném bevezetni a magyar politikát. De vannak itt speciális társadalmi dolgok. Van itt egy férfi. Ezekben rám kell bízni a magát. Sok dolózni méltoztatnak! Páterem a tanfelügyelőt. Megengeded? Nos, kezdet! Parancsolkartás! Jó napot! Jó napot! Na, megjött? Megjött. Az új tanítónő. Tóth Flóri. Raj. Tudtál iszezni? Ő is velünk tart. Ki? Ha szabad kérdeznem. Pista. Pista. Melyik Pista? Nagy Pista. Nagy István. Sajnálom, nem tudok felizetni. Már azt hittem, egy festő-esti tanító, de aki... Festnek előfes. Maga nem adni ide? Én sem, a sport nem tűni. Teniszpartit kell csinálnunk, társadalmi életet kell szerveznünk. Én itt foglalok a téren. Ő is. Ha szabad kérdeznem, ki? Pista. Itthon marad. És mi van akkor, ha itthon marad? Nekünk nőknek gondoskodunk kell róla, hogy jól érezze magát itthon. Az atya is felkért, hogy tartsuk itthon. Gazdát tudjék. Ismeri a viszonyát? A primadonna. Hogy ne ismerné, szégyen. Meg a boltra csókolja, ma meg agyon karmolják egymást. Ismerjük ide jött ígérni a sereit. Hogy ezt az öreg Nagy István bácsi tűri. A Pista... Mondja, akar maga vele kacérkodni? Én? Mert én akarom. Ezen a téren. Egyáltalán ne legyen nálam nélkül semmit. Örök barátság vagy küzdelem? Ne szóljon. Aludjon rá. Tuza Zsolt, kartás. Ne féljen tőlem. Tóth Flóra, kartás. Hogy méltóztatik? Hogy van? Jól méltóztatom. Milyen az öregszer? Modell. Semmivel is. Nevelni nem lehet. Tanítani sem. Nőjön minden, ahogy akar. Középiskolai tanár vagyok. Summa cum laude. Na, szép. És ide jött gyakorlatra. Jó is. A koszt. Nincs intelligencia. Nincs társadalmi élet. Fogunk csinálni. Mindent fogunk. Természettudományi alapon állunk? Igen, és ön is. Én is, csak még nem tudom jól, mi az. Mikor állapítjuk meg a tanrendet? Most? Én az életre akarom nevelni a gyerekeket. Erre a szép életre. Az élet. Ezután talán szép lesz. Számíthatok a barátságára? Többre. Többre, kisasszony, minden. Na jó, legyünk objektívek. Én szigorú, de igazságos leszek. Szabad remélnem, hogy tudományos meggyőződés dolgában egyet vagyok. Nagyon szívesen. És ön nem fét engem a fekete lovakon váltató nagy utón? Nem. Hallgatok és gardírozom. Arros vagyok, de most már kezdek nagyon kíváncsi lenni erre a nagy úrra. Nini, a John. John! Egy angolinas? A nagyságos úr rovászínosa. Oszlopter, Bopter! Mindjárt a spektábilisnak? Tanítok is azt, hogy keres. Ő az. What do you want? Jó, mondja az ifjasszony. Haza! Nem angol. A lovam az angol. Értem, az embert hozzáformálták a lóhoz. Mit kíván? Az én gazdám, a fiatal nagycsásúr tisztelteti a tanító kisasszony. Tessen már kijönni a tagba, megbeszélni. Ilyen kicsit bogarat beszélkedni össze-vissza. Én nem ismerem a maga nagycsásos urát. Nekem nincs vele, mint megbeszélni. Hát éppen azért,
hogy a tagba kit egyszer egyönni délután, hozz megérdekelni a tanyási gyerekeket minden vasárnap. Nem kívánja ingyen, az én hivatja. Hivatja a nagyapját, Joel. Öreg ember a maga gazdája. Gazdag, szép, fiatal és úr. És a 10 000-rel is úr. Mondja meg, lovász, hogy a lovászának izentesen. Én államilag képesített polgári iskolai tanítóni vagyok, Tóth Flóra kisasszony. Ha egy úr vagy egy férfi tudományos munkásságomat óhatja, jelentkezik nálam itt, ahol lakom. Mondja meg ezt neki. Most elmegy. Éj, a fűszfál fütyülőjé! Ebből nagy baj lesz? Nagyszerű, nagyszerű! Mégis így cselekedtem volna. Tekintét fogunk tartani. Én, mint üzletember, azt mondom, ebből baj lesz. Mint kántor félek, megharagszik és nem kapunk kukoricaföldet. Most nagyon illetlen volt a kisasszony. Az ifjú nagy nekünk kegyurunk. Nincs abban semmi elmenni hozzá. Ha én tanítóni volnék és engem hivatna, én elmennék. Ezen nincs mit megvitatni, ezeket én mind elvégeztem magammal. Melyik lesz az én sifonom? Ez! El akarom rakni a holdimat. Az urak talán segíthetnének. 3 fehér blúz. 3. Azt hiszem, mégsem segíthetnek. Ha a többi jön. Ha ez az úr csak ugyan igénybe akarja venni a szolgálataimat a népoktatás terén, jöjjön el, kérjen meg. És ha az elvek és a feltételek dolgában megegyeztünk, szerződöm vele. Kedvesem, az nem jár ők után. Mi járunk utána? Nem szokott az vizitbe menni. Nem esett meg még nálunk soha. A kisasszony azt várhat. Nagy Pista, ide tűn! Van szerencsém! Szervusz, öregem! Szervusz! Szervusz! Fegyelmes uram, micsoda meglepetés! Az új tanító kisasszony keresem. Én vagyok. Parancsol. Csak kérni jöttem. Nagy vagyok. Ott vagyok. Parancsára megjelentem, kisasszony. Bocsánat, hogy formátlan voltam, de mi itt falunk nehezen írunk. Meg hát az előző tanító kisasszonyok feljogosítottak. Ők önként maguktól jöttek ki a vasárnapi iskola miatt. Azt hittem, hogy mint azok. Öreg a kisasszony. Nem én kívánom a figyelmet, és nem mint nő. A hivatás, amelyet szolgálok, annak kívánom. Remélem, nem haragszik a kisasszony. Nem. A pedagógia ezt tiltja. Tehát akkor tárgyalhatunk? Kérem. Sokan vagyunk ebben a kis szobában. Az anyám kérdezett önre, káplár úr. Sietek, fel. Ej, kántor úr, az egész falu itt örömből a boltajtón, én hallom. Igaz, igaz a bolt, nekem mint üzletembernek a boltban van a hely. Ej, katonka kisasszony, hát nem fűzne nekem valamit? Olyan éhes vagyok, egy kis hirtelen törköltet. Ilyen, édes, kezdes méltóságos úr, mit akar? Borjú, vara, birka, csirke, kacsa, liba, gyöngyúk, nyúlgalap, paprikás, hosszú lére, tarkonyával, restasztott garuskával, egy kis megszettel, egy kis tejföllel, minden esetre egy kis tejföl, ne legyen síros, nem legyen síros. Még nincs itt, katonka. Itt van, már itt is volt. Nem ülsz le, Pista? De én le! Hanem magát várják a tenisznél! Megyek maga után! Bocsánat, hivatalos! De már egy szemér meglenked el, pedig jól tudod, hogy ami a szuk ezen a környéken van, vagy ide jön, az elővételi jog, az ennyi. Értetted? Most pedig sitír. Csak nőknek így súgdolózni. Titkok.
titkok, férfi titkok! Szervusz, nagyságos úr! Szervusz, szolgabíró úr! Ha már itt vagyok, itt nézzük el a dolgot. Miféle dolgot? Kérem, tessék belülni! Mivel szolgálhatok? A vasárnapi iskola. A tanyám. Tudja, a béres gyerekek. Nos! A tanítóné mellék jövedelmel mindig több, mint a fő. Lesz szerencsé, kisasszony? Nem vállalhatom. Vegyes iskolám van, 6 osztály együtt. Ami szabad időm van, arra magamnak van rá szükségem. Még nekem is tanulni kell. Nem tudok nyelveket. Kisasszony, én még helyesírás sem tudok. De megtanulhatom. Férfitől semmiképp. Nőtől inkább. Egy ilyen jól rajzolt férfi. És nem tud írni? Megtanulhatom, kisasszony. Megtanul? Megé! Igyék egy kis borda, kisasszony. Köszönöm, már ittam. Mikor? 2 éve. Amikor a képesítőt letettem. Én egy kicsit rövidebb időközönként cselekszem, bevallom. Na is jó volt? Mind becsíptünk. 2 üveg sátópalugyait ittunk meg. 10-en. Palugyai? Palugyai. 10-en? 10-en. Én egy kicsit nagyobb kvantumokkal élek, kisasszony. Maga alkoholista? Nem egészen. Csak olyan formán. Ez érdekes. És hogy szokott rá? Tudja, az apám német egyetemre adott. Burs voltam, akinek, hogyha pénze volt, inni kellett. Nekem meg mindig volt, kisasszony. A párbajozott is látom, az a sem. Nem. Ezt itt hol szereztem? Egy sörös maskát vágtak az arcomhoz. Bírás! Nem aludtam. 3. osztályon jöttem. De férfi jelenlétében? De egyszer álmos vagyok. A rossz fogó asszonyok találták ki, hogy az ásítás tilos. Nekem megvan mi. Csak ugyan, mint a fiatal paripa. Szereti maga a lovat? A szép lovat szeretem. Én imádom a lovat. A lovat és az asszonyt. Más nincs, csak ugyan. Na, nem járna ki maga? Nem a béres gyerekeket, hanem engem tanítani. Ha volna időm, miért ne? Nem fél tőle? Nem. És a pegykától? Nem én. Tudja maga, tetszik nekem? Tudja maga is nekem. Kisasszony, van egy amerikai kancám. 2 éves. Olyan, mint egy nő, hogyha meg nem sértem. Az anya Baden-Badenben volt első. Mindig ellenkezik, de nem azért, mert haragszik, csak mert egy vidám táncos teremtés. Na és ráadásul nagyon makacs, nagyon makacs. Eddig Sztöcgának hittál. Mától Flóra lesz a neve. Na? Maga olyan, mint ez a kis csikó. Sokáig nem hagyja magát befogni. Azt egyszer elfár, és jön az a ramasz csikós. Láttam, ahogy fogják a telivér csikót? Egy se hagyja magát, rúg, harap. Még a leggyakorlottabb kocsis is rettegettől a munkától, kisasszony. De én vállalom, mert szeretem a kockázatot. De valami? Nem. Szeretnék egyszer 2 lovas fogaton menni. 2 lovasok, kisasszony? 5-ösök!
Tízesen kisasszony, amilyenre csak akar, hát mikor akar? Csak úgy szereti a lovat. Boldog vagyok, kisasszony! Akarja, hogy az amerikai ménesekben minden kancát Flórára nevezzenek? És a kedves színésznő nevek, a kopott mágnás lány nevek, akiket magával el akartak vétetni. Honnan tudja? Merebek is csiripelik, hogy ki maga. Na, halljuk. Ki vagyok? Miért hazudik maga? Én? Pedig maga hazudik. Én egyedül a hazug embertől félek. Mit hazudtam, kisasszony? Olvastam akkor az újságban. Emlékszem, maga az. Az operában. Egy öreg asszony, de egy fiatal ficsúr illetlen volt. Maga az öreg asszonyt megvédte. A fiatal ficsúrnak pedig felvágta a gyomrát. Akkor kapta. És honnan tudja maga mindez? Csak rája kell néznem. Ó, micsoda élettapasztalatok! Az anyám falusi tanító és postásné, hat gyermek anyja. Én vagyok a legidősebb. Átörökítette nekem a tapasztalatait. És a szerelem? Mi a véleménye a szerelemről? Nem kedvező. Majd máskor... Na, felejj! Nem akar! A szerelem az nem olyan, mint a krumpli. Ezt nem lehet kosárba rakni és az ablakon kidobni. Jó uram, a szerelem kora lejárt. A nő emberi életet akar élni. Ember akar lenni szintén. Valamit akarunk lenni. A nő a háremben. Hárem! Na, ez tetszik nekem, kisasszony! Költök meg az írók, egyebet sem csináltak eddig, mint a szerelemről nyavajogtak. Nekem nincsenek személyes észleleteim. Csak ugyan! Egy máshol sem volt az én koromban előbb szerelmes. Csak lesz. Mi mindig kénytelenek vagyunk hazudni, mert önök azt akarják. Voltak éppen önök hazudnak, nem hazudtatnak maguknak. Szíveskedjük igazat mondani nekem, kisasszony. Volt? Nem felelek szíveségből. Milyen finom illata van a hajának? Soha jobb illatot. Tegye cserébe. Cserébe? Tegye cserébe. Azaz a második szám. Engem magam olyan mezei liliumnak néz. De nekem két udvarlom volt egy szemeszterben. Az egyik természetesen a tanárom volt, a másik pedig a barátném bátyja. Minden nap boltban vett virágot kaptam tőlük. Amikor hazamentem, a kosztadó asszony nagy lelkesedéssel fogadott. Elém cipelte az összes virágot. Én meg már nagyon meguntam. Már rá sem néztem, csak azt mondtam, tegye cserébe! És asszony, én feltöltetek magának egy egész szántóföldet virágának. Na? Ó, vigyázzon! Ez nem rend. Osztályzatom szerint mindjárt a hetedik szám. A kézhez érés, a kéz megragadása. Mondom, hogy két udvarlom volt egy szemeszterben. És az osztálytársnőimnek összesen 61. Naplót vezettem, és rendszert csináltam belőlük. Amolyan iskolai házi dolgozatot. A férfi, aki a hódítás szenvedélyének a hullámaiba jutott, egy bizonyos ponton kancsalítani kezd, így. Dadog is egy kisé. Ilyenkor egy nőnek, ha öntudata van, fekete tussal akár egy ábrát festhet a férfi arcára. Kisasszony, kicsúfol engem? Nem, az majd csak később jön. Csak ajánlom, ne ugorjál a számolnak. Hanem most már csak ugyan megyen. A színésznője alkalmasint a ház elé hajtatott. A tanyára pedig nem megyek. Hozasson magának külön tanítónét. Vagyunk elegen. A kisasszony fél tőle? Igen. Menjen. Van eszembe. Most kezdek csak megbelegedni. Na. Hát tudja meg maga, szép kis Flóra, hogy én nem vagyok sem a tanár, sem a barátnő bátyja. Engemet itt számozni nem lehet, kisasszony. Én már régen leszettem a házasodásról. 18 éves koromban próbáltam utoljára. Neked nekem? Nem is szabad tréfálnom ezzel a szentséggel, kisasszony. A családomban, hogy
úgy mondjam, egy páran már bórul jártak ezzel a tréfás kis házassággal. Péter az öcsém, hogy úgy mondjam, egy kissé fölbelőtte magát. Szegény. De talán más is. Persze, és az, hogy más is, ló is volt. Ulágos, de ő képes volt. Nos, Péter az öcsém vett 4 amerikait, írt az apámnak, hogy fizesse ki, és hogy elvehesse a kantinos lányát. Az apám mind a kettőről visszaválaszolta, hogy nem. Az öcsém visszasürgölyözte, hogy jó, másnapra végzett magával. Nem volt igaza. Péternek nem volt igaza, kisasszony. Mert én parasztmilliómos fia vagyok, és csak fölfelé házasodhatok. A gyerekeimért, a családomért, az apámért, akinek az ambíciója rettenetes, és akit kárpótolni kell az ostoba fiáért. De ki beszéli házasságot? Nem mondjuk is azt. Azt nem. Érdekes emberek maguk. Hát, ha még otthon láttak, kisasszony. Van egy kastély, hogy egy órányira ide, ott bent az erdő mélyén. A kertben fehér pálák sétálnak, villanyvilágítás, Lajos korabeli termek, virágház. Berendeztem, de nem mentem bele lakni. Nő nélkül nem tűr ez a regényes kastély férfi alakot. Magát álmodtam meg, amikor kigondoltam és berendeztem. Kisasszony, 150 forint fizetésért. 150 forint fizetésért itt tanít. Asszik össze, savanyodik meg itt. Ebben a disznóban, kisasszony. Embernek való élet ez? Magának való élet ez? Kezdett csókolni a patikus nénak. Szeretője lenni a káplárnak. Férhez menni valami csúgas cipős tanítóhoz. Akarja is, ne tagadja! Akar venni az itt a vitó? Királynő, parádnő, egyetlen kedvesem? Ostoba! Sokan vagyunk. Flóra, legyünk csak egy. Hallja maga, menjen innen el! Úgy nézek én ki, mint aki ki lehet innen dobni, kisasszony. Ho-ho-ho! Rosszul van tájékoztatva a néni. Én itt, ebben a kosztészetben, kisasszony, itt elütt otthon vagyok. A legotthonam! Itt mindenki csak menték! Én vagyok egyedül ide haza, kisasszony! Ez a ház az enyém, az iskola az enyém, a parókia az egy, sőt, még a templom is az én nevemre van behevelezve, kisasszony! Ön mégsem hazudott. Ön csak ugyan sörös flaskával bánták képen. Ez az. Nem azért, mert asszonyt védett. Ez az, kisasszony, ezért tetszik nekem úgy, mint még lány soha. Mert mindig felül van. Nem is beszélek én magával tovább. Az anyjával fogok beszélni, tőle fogom megkérni. Az anyámat? Az anyámat meri belekövenni ebbe a dologba, az én anyástámat? Most adtám... Ki innen? Kifelé, más ki! Kifelé! Úgy? Más! Mi?
van? 5? Nem tudom! Nem tudom. Add le! Nagyságos Nagy István úrnak helyben. Vissza! De szeretnék egyszer elolvasni egy ilyen levelet. Tessék! Csak hogy kigyomláljam belőle az ortográfiai hibákat. Már megint nem tiszta a fejem. Virág reggel, délben levén, éjjel-éjjeli muzsika. Mit akar tőle? Mit akar? La 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 la. De gyönyörű volt az éjjel, egy szemet se aludtam. Ó, de gyönyörű volt az éjjeli muzsika. Ó, berázott a hideg. Féltem, hogy bekocog az ablakomon, hogy bejön. Ő? Még az ablak alá se. Fél, hogy kompromittálja magát. Te kidobod, ő útvonul. Mikor láttad? 2 hónapja ki sem mozdul az új kastélyból. A színésznő? Hazaküldte! Megint kibékült a közönségével. Nagyon haragszanak rá? Nagyon. Te! Kikapok tőled, ha plecskálok? Mondjad! A patikában tegnap nagy veszekedés volt. Hogy téged el kell veszíteni. Aztán miért? Hát ezért! Azt se tudják, kitől kapom. Hát éppen azért, hogy Pesti kedvesed van. Valami titkos beszélgetés lehetett, mert nagyon kiabáltak. Magukra zárták, de az ablakot kinyitották, úgy kiabáltak. A patikuség szolgálója összekadálja a dolgot. Mind azt emlegeti, hogy a káplán 10-szer is elmondta rád egy exaltált. Exaltált? Én? Exaltált! Minden férfi, még a tuzar is nehezte rád. Igaz, hogy... Hogy 3-szor megkért? Nem igaz. 7-szer kérte meg a kezemet. Még ő is a szerelemről beszél. Júj, nem szeretem többé a szerelmet. Nem beszéltek egymással? Jelekkel. Mindketten vizsgáltunk süketné a oktatásból. Hagyjon nekem békét. Hagyjanak nekem békét! De a patikus még tégítőled az urát. A járásorvos meg azt mondja, hogy szép vagy, de nincs. Disziplínád! Miért nincs disziplínád, és mi az? Mondtam már, hogy ne pletykálj! A gyerekek odakint kopognak. Szervusz! Szervusz! Exaltált! Gyertessék! 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 Dicsértessék, Úr Jézus Krisztus! Dicsértessék, Úr Jézus Krisztus! Mindörökké, ámen! Mindörökké, ámen! Jöjj el, Szentlélek, Úristen! Igazság és szeretet lelke! Adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Ámen! Üljetek le! Csend! Csend! Figyelem, aki ma nem lesz jó, azt nem szeretem többet. Ma különösen szigorú, de különösen igazságos leszek. Francia Rozál, mit nyivákolsz? Vasmarcsú, töröld meg az orrát. Jó, erősen. 3. és 4. osztály előapal a táblában. Írjatok egy összetett mondatot. Tegyétek össze, amennyire csak tudjátok. 6. szorzó táblát lemásolni. Első osztály. Mondjatok egy nevet. Ez van! Jól van. Legyen István. Tehát, írni és olvasni fogok. I. 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 S. S. Is. Tö. Tö.
Istöv. V. V. Istöv. A. A. Istvá. N. 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 István. Most egyszerre mind a betűt, tehát István. István. Még egyszer. István. István. Zavaró? Igen. Csak egy kis iskolát látogatok. Isten hozta! Üljetek le, üljetek csak le. Hallom, szorgalmasak vagytok. Na, ez kötelességetek. Igyekezzetek, hogy majdan derék magyar anyák legyetek. Kislányok, nagylányok, tire álltok már a hivatás, hogy a férfiakat visszatartsátok a kivándorlástól. Tényleg? Igen. A népen nincs semmi hazafiasság. Munkaerejét idegen világrészbe viszi, és itt hagyja ezt az Isten áldotta alföldet. Ahol földje nincs. Csupa magyar stílus. Kis fettyes tulipánok. Küldje ki egy percre a kis utálatosakat. Iskola ügyben fontos, mulaszthatatlan. Az én ügyem? Nem, az enyém. Gyerekek, menjetek ki, szaladgáljatok egyet a hóban! Az iskola szék együtt ül a patikában, és csak ránk vár, hogy működését megkezdjük. Csendeljen! Kisasszony, ön lázba hozta a községet. Felfordította a társadalmi és erkölcsi rendet. És mit akar ő most itt? Én vagyok a kormányzat, a férfi. Tudja meg, hogy két férfi van a helyen, én és Nagy István. Ön mindkettőnket negligált. Az első nagyot nyelt, félreállott. Nem mutatkozik az ön közelségébe, de én nem tűrök. Mit nem méltóztat itt tűrni? Hogy a falu kitaszítsa önt magából. Mi nemzetiségektől is vagyunk körülvéve, és nem megengedhető, hogy egy magyar tanítóné visel dolgait. Miféle dolgokat viselek én? Titkos hódolót tart. Oh, azt a kis éjjeli muzsikát irigylik tőlem. Nem fogadom, hogy ki az. Majd rájövünk. Majd rájövünk, és jaj, annak. Nézze, Flóra, nem akar ő tőlem kérni semmit. Nem tetszem én magának? Nem tetszem. Hát nem! Végre is nem lehet mindenkinek jó ízlése. Hát mégis meg kell beszélnünk a dolgokat az ön itteni pozíciójáról, úgyhogy holnap felkeres engem a hivatalon. A hivatalában? Holnap, vasárnap. Egy lélek sem lesz jelen, senki sem fog tudni róla. És ön? Maga? Ide rönt? Kiküldeti velem a gyerekeket? Maga az iskola széki tag? Tudom, hogy becstelenséget követek el, de ha elárulnak, én becsület Istenemre letakadom. Gyerekek, az iskola széki tag úr akar tőletek búcsút venni. Isten áldja! Viszontlátás. Üljetek le! Folytatjuk az írvaolvasást. Mit csinál István? Földetás István. Tehát? Földet ás! Földet ás! Dicsértessék! Az Úr Jézus Krisztus! Mit keresett itt a szolgabíró? Iskolát látogatott. Szólt valamit arról, ami a kisasszony ellen készül? A felhők meggyűltek a kisasszony feje fölött. Azért felhők, hogy gyűjjenek. Az iskolaszék együtt van, hogy vizsgálatot indítson és ítéljen ön fölött. De talán a gyerekeknek nem kell mindent hallaniuk. Nekem nincsenek előttük titkaim. Gyerekek, a tanítónéni megengedi, hogy kimenjetek egy kicsit a hóba.
Te összebekevered egyetek a fiúkkal! És a főtisztelendő úr azért jött, hogy előkészítsen engem? Hogy megmentsem a szégyentől és az erkölcsi bukástól. Várom az iskola széken. A szemébe fogok nézni. Az iskola szék én vagyok. És mit akar ön most itt? A jó útra akarom téríteni. Az egyedül üdvözítő útra, az én utamra. És mi a káplán úr útja? A gondolkodás nélkül való hit. Én nem tudok vakolni. Gondolkodom. Ő mióta itt van, nem gyógyult. A fő úr beteg, nem eresztenek be hozzá senkit. Hogy én egy fiatal pap fülébe kitalált bűnöket csukdassak, hogy aztán az mesztelenségeket kérdezzem. Csak lelkieket. Nekem az ön lelke kell. A lelkem. Az ön lelkének az én lelkem. Látom a szeméből. És én ellenem hoznak iskola széket. És ön lesz a vádló. Vagy a védő, ahogy óhatja. A vádat akarom. Én nem. Egy szót kell szólnia, és kivezetem önt a hófehér erkölcsi alapra. Nincs több szava. De nekem van. Amióta itt van. Elemészt a vágy, hogy a lelkeink megértsék egymást egy nagy, tiszta harmóniában. Én pedig utálom az erkölcsöt, ha az vizes és puha, mint a maga keze. Mondja meg ezt az iskolaszéknek. Gyerekek, a főtisztelendő úr akar tőletek búcsút venni. Dicsértessék! Az Úr Jézus Krisztus! Ámen. Üljetek le! Kürbis Anna, Matamari, hatodikosok, lépjetek elő. Megmondtam már nektek, hogy ne lépjétek át az iskola szent küszöbét sáros lábbal. Kondás nőké, mire való a csizma, a kézre vagy a lábra? Ne feleseljetek! Ma alkotmánytan van, a tanrend megkívánja, tehát alkotmányt fogunk tanulni. Üljetek le! Mi az állam? Akinek a partia, az fizeti. Nagyon jó, és akinek a katonát adják. És mi a nép? Nem tudjátok? A nép ti vagytok, akik a katonát és a porciót fizetik. És mi a főrendi ház? Amiben a sok izék vannak. Kenyeret dagasztani azt tudsz. Már a kerítésen nézed, hogy táncolnak az ivóban, de nem tudod, mi a főrendi ház. Ha azt, amit a magas tanrend megkíván tőled, nem tudod, hogy mész férjhez? A főrendi ház az, amiben a grófok és a bárok vannak, ha a gazdagok. És mi a főrendi ház joga? Megvizsgálja, hogy nem árt-e a gazdagoknak az, amit a szegény és középsorsúak akarnak. Aztán jön a király felsége, szintén borzasztó gazdag ember, az is megvizsgálja. Az egészet pedig népképviseleti alkotmánynak nevezik a férfiak, de még ők ehhez nem értünk. Francia Rozál, ki tehát az ország legelső embere? Nagy István, nagy, ifjú nagyságos úr! Megmondtam, hogy ma szigorú leszek. Ma csacsik vagytok. Megfagyott az eszetek kupája. Énekeljetek valamit, amit mindegyütt tudtok. Este van, este van, már késő este, pásztor tűzek égnek messze, messze, messze. Dicsértessék! Hagy István! Kegyúr!
volt szíves eljönni dacára nagy arányú elfoglaltságának. Nem szeretem a szegény sorsú szép lányokat, csak bajt csinálnak a világban. Ha tudtam volna, nem neveztem volna ki. Szabad tudnom, minek közölhetem a szerencsét? Menj el! A gyerekeknek mára talán szünetet adhatunk. Nem fognak érte haragudni. Na, gyerekek, menjetek ki a tanyámra, lesz jó napszám! Bocsut rostálni, kukoricát borzsolni! Gyerekek, hazamehetek! Gyerekek, szóval! Nem jó kedvből jöttünk. Köszönöm az áldozatot. Én is valós iskolába jártam. Tudom, mi a jó tanító kötelessége? Hajlítani kell a népeket. Fonni, mint a kalácsot. A rossz tanítók az okai, hogy a napszám miatt már nem lehet gazdálkodni, megélni. Senvedünk! A kisasszony ellen nem tudom, hogy tiszteljen, vádak vannak. Az urat tudják, talán nem is kezdhetjük. A főúr beteg. Hát a főtisztelendő úr fog elnökölni. A kegyúr lesz a díszelnök. Helyes. Tuza tanár úr, tanító úr! Lesz szíves vezetni a jegyzőkönyvet? Én? Van szerencsém bejelenteni, hogy én, mint kartárs elfogult vagyok. Jó, legyen. Szavazata nincs. Üljön le. Uraim, amiért jöttünk, az a tiszta erkölcs. Morál. 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 Az államok talköve a tiszta erkölcs. Meg fogjuk menteni, védeni, biztosítani önnel szemben, kisasszony. Tóth Flóra, polgári képesítésű tanítónő, önnel szemben súlyos problémát merültek föl. Az iskolaszék együtt van, hogy vizsgálatot indítson és ítéletet mondjon ön fölött. Hány éves ön? 22 éves vagyok. Mióta él a népnevelésnek? Amióta az eszemet tudom. Az anyám falusi tanítónő. Nem voltam még állásban, neki segítettem. 10 éves korom óta tanítom a parányi gyerekeket. Gyakorlata, azt látom, van. Rafinált és exaltált. Köszönöm. Ön ellen 22 éves Tóth Flóra a legöregebb és legsúlyosabb bának vannak. Vallás elleni izgatás! Vagy én vezetem a vizsgálatot, vagy ön! Na! Ön itt léte 3 hónapja alatt egyetlen egyszer sem gyógyult. Állás foglalt a katolicizmus ellen. Meg mindenféle más izmusok. Európai betegsége. Szocializmus, feminizmus, idegen nyugati fogalmak a nemzetközi sajtó. A pápa őszentségéről is tiszteletlenül nyilatkozott. Én? Mi rosszat mondhattam egy szent életű öreg emberről? Na hát éppen ez az. Hogy öreg és hogy ember. Ebben talán van is valami. Talán én, mint érdekes fél, amíg ezt tárgyalni tetszene, az iskolát elhagyhat. Mózes fia miatt méltóztató lesz gondolni? Ez nem vallási kérdés, kérlek. Különben is, ahogy tudom, körülményeidhez képest, te meglehetősen szereted és tiszteled őszentségét. Imádom. Miért ne én, aki katolikus vagyok? Én mindössze csak annyit mondtam a patikus nének, aki Johanna, hogy egy pápa is volt Johanna. És vajon nem akar-e ő pápa lenni? És ez? Mi ez? A könyvem. Kivették a fiókból. Tudják, uraim, hogy mi ez? Ez egy zóla. Zóla? Mi az? Egy erkölcstelen író. Francia ponyva. És ez a legerkölcstelenebb regénye. Mouret abbé vétke. Mouret abbé vétke. Egy pap bűne. Pap bűne. Ez jó. Magyarul? Magyarul. És képek vannak benne. És mi van abban a históriában? Egy francia pap szenvedélyes szerelme egy francia lány iránt, aki viszont szereti. De a lány gondolja meg.
Pap! Pap is csak ember, az is szerethet, van hozzá joga. Joga van, de mi elzárjuk magunkat tőle. Mi és nem más. Ez a könyv pedig. Piszok zsidó munka, és hazud. Jó. Én csak egy lány vagyok. A főtisztelendő úr ezt mégiscsak jobban tudja. Inkább elhiszem, hogy pap, mint ez itt, soha nem szeretett. Bocsánatot kérek az alpapságtól. Ön valamit meg akar jegyezni? Kérem, tessék, vezesse ön a vizsgálatot. Én hallgatok. Uraim, úgy vélem, hogy vádunk első alapja, miszerint Tóth Flóra kisasszonynak nincs kellő valláserkölcsi alapja, beigazoltatott. Fiatal még, majd szerez. Bocsánatot kérek, fiatal vagyok, majd szerezni fogok. Én ilyet a bécsi klinikákon többet boncoltam. Morál insanity. Ha ez valami ragadós betegség, akkor nem ártam az iskolát, bezárom. De ezek mind csak mellékes vádpontok. Olyanok is vannak, amelyekről jobb nem is beszélni. Egy magánbeszélgetésben például kijelentette, hogy négy szabad akarat. Még a királyoknak sincs. A vérmérséklet és a körülmények befolyása alatt cselekszik. Azt mondta! Én ne akarnám, amit akarok! Ezt halván azt kell gondoljuk, hogy szegény nő elmeháborodott. Hogy a nagyságos úr ne akarná, amit akar. Fölállok! És leülök! Mert így akar. Fölállok és leülök, tessék! Fölteszem a kezem. Szétnyitom, összecsukom, mert így akarom. Az akarat szabad, mint szabad. Hisztéria! Talán meg kellene a kisasszonyt orvosilag vizsgálni. Persze, aki bűnös, az mindjárt beteg, ezek az új irányok. Beteg, balon, nem tehet róla. A föltisztelendő úrnak igaza van, szabad akarat, van! Na jó, az állításomat visszavonom, ezt önök férfiak mégiscsak jobban tudják. Miért nem csapnak el? De szemmel! Gál, mit teket óriáznak? Főtisztelendő úr és nagyságos elnök úr, nem lenne jó egy kis időre visszaállítani a boszorkány égetést? A boszorkányok nincsenek, rossz nők vannak! Keletkezik a fővád! Nem szabad! Legalább lássuk ki a... Szabad! Csak én, és az idén az első disznó. Egyúrú! Jajjába csak egyszer eszem. Káros sertést ilyen fiatalon lefárni. Kalória! Helyes! A legjobb fűtelék a friss disznótest. Tanító úr! Kérem, én nem tudok minden órában ebédelni. Egy is órián! Mestem a disznót nem óriára mondják, nincs órián. Ezek az óriát belebontják. Hát nincsenek megbolondulva ezek a nagyvárosi ember. A disznó! Az első disznó. Használják! Hát, olyan van. Nem kellene a kisasszonyt is megkínálni. Attól, hogy másként gondolkodik a gyomra, még ugyanúgy korog, mint a miénk. Mit mondottam, uraim? Következik a főváros. Többször nevezett kisasszony, könnyelmű életre tér. Elég volt ebből. Ne felejtjék, uraim, hogy ez az iskola még az én iskolám. Az ő iskolája. Három hónap óta csendes kisközségünk orgiák tanyája. Ő minden éjjel éjjeli zenét kap. Tagadja? Nem. És a hatóság? A hatóság feltettem. Budapest nyolcertudányok készpénzzel fizetnek, mindenféle írásra el vannak látogatni. El nem toloncolható. A primát az én szavezettem. Megengedett ki szembesítést? Nem!
Jöjjön be a cigány! Ön a cigány! Maradsollak velem az urak! Bocsánat, ott van szerencsém! Cigány! Bár! Szőkele, mi? Előkelő vagy ezzel a pofával, mi? Ha miért vagy teszünk? Mi volt az apád? Döbbant le a temel! Mit marad? Kérdezzed meg az anyámat! Cigányul beszélek, mi es megszorul? Meg volt már testileg érdekel? Á, nem, és érthetetlen. Belügyminisztérium engedélye hoz. A központ így teszi tönkre az önkormányzatot. Miért osztatom azért velem? Ki húzott a pirasszonynak? Hát, az úri kedvemből én. Miért? Oli szóval kivali polsz. Átkozott, aki rosszra gondolt. Nem meg van bolondul a félelem, mondom el, hogy meg kell testileg érdekelni. Helyes olyan voltál, te már büntett a lopásért? Bocsánat, kisasszony, elmehet? Igen. Nincsen valami szüksége rá, valami üzenet nincs. Át? Na, ön folyamatosok, ne nyitulálják őket! Gazember! Megátalkodott gazember! Ez nem baj. Kiteszitek tönkre Magyarországot? Ez a mi külföldi képviseletünk! Nekünk vannak a külföldi arisztokráciával némi reláció. Hallod el magad, hogy vigyel el a távra! Ura, mégis valami üzenet. Nincs üzenet. Bibasztok! Bibasztok! Ki az ön kedvese? Annyi bizonyos, hogy valaki húzatban. Nem felez? Odahaza a falun egy öreg kecskés zsidó mellett lakott. Két kecskéje volt. Fehérek, szakállasok, mint ő. Azokból élt. Amikor Budára tanulni fölmentem, azt mondta nekem ez az öreg kecskés zsidó. Lányom, ha majd sok-sok keresztény uraságok között leszel, hagyjad magad dobatni, tiportatni. Úgy lesz belőled ember. Hát most ez jutott eszembe, most hagyom, tessék! Nem fog meglánítani bennünket valami szakállas zsidó új bibliájával? Ne tessen nekünk itt meséket mesélni! Azt mondja meg, hogy ki cigároztatott minden éjjel, hogy a helybéli kisasszonyok nem bírnak aludni! Nem felelek többet. Kiszeríteni fogjuk rá! Bocsánat, szabad valamit megjegyezni? Nem! Ön a jegyzőkönyvnek vezetés most már elég. Írja! Nem ez a kisasszony tiszteletlen. Mindent beval, mindent tagad. Sérteget felesel szemérmetlen. Van a kisasszonynak feljegyezni valója? Nincs. Kedves leányom, fiatal nő. Szomorú szívvel fordulok hozzá, ki Szodoma országútjára tévedtél. És buzgón imádkozni is fogok érte. De addig is, amíg az iskolaszék határoz, eltiltom önt a tanítástól. A gyerekeknek három napi pórcünőt fogunk adni. Aztán majd meglátjuk, hogy mit határozunk. Én minden esetre azt határoztam, hogy írok az édesanyjának. Megírom, hogy istentelen és kéjjel bőle. Ne. Főtisztelendő úr, kérem, ne. Uram, bíró úr, ne. Az anyának ne. Megijedne, azt hinné, hogy igaz. Elmondaná a kis testvéreinknek. Sírnának, szégyellék magukat, miattam. Ne, kérem, ne, az anyámnak ne. Gyúlok, imádkozom, ahogy akarja. Sőt, elmegyek, azonnal elmegyek, ha azt akarják. Óhajtandó, hogy elhagyja a katedrát. De azért én csak megírom. Elmegyek! Hagyja főtisztelendő úr, hiszen azt sem tudja, hogy mit beszélek. Dehogyis nem. Dehogyis nem. Nekem valami megjegyezni valóban szabad? Nem! A sírásra ezenne megjegyzést teszek. Félek, uraim, hogy önök nem ismeri kellően a női könnyeit. Úgyis, mint úriember, mint bíró, bírói vizsgálatban. Kijelentem, hogy aki sír, az bűnös. És ezt ön mondja nekem? Én. És ön? Én is!
Ön? Én is. Én is. Én is. Egyhangú, igen. Sőt, ki kell fejeznem, sőt, be kell fejeznem azt a szerény véleményemet, hogy a kisasszony, aki bennünket erkölcsös úri vár, egyszerű vidéki embereket lenéz, és a lelkéből eltávozik. Hogy úgy mondjam, mit mond ön? Hogy a kisasszony egy kaland. Na, elég volt ebből. Önök olyan ostobák. Ostobák? Hogy még kalandorok se lehetnének. Ostobák és gyávák és gazok ezzel a két kolompasukkal, akik meg vannak döbbenve, hogy elfeledkezem lányvoltomból és a szemükbe vágom. Meg az a mindben, itt perészel! Én vagyok az állam! Én az egyház! Követett, én vagyok a társadalom! Nos, hát akkor az állam, az egyház és a társadalom mind ott romba szemforgató és csalgó. Az állam, az egyház és a társadalom a testemet akarják. Mit tudom én az önök piszkos vágyait? De miért nem rontottak rám? Miért nem kötöztek meg? És ez nem is iskolaszék. Ez egy mészárszék. És az egész bűn és vérbíróság törvénytelen, otromba és aljas. Az írásaimért összeszakítom. Uraim, a további eljárás szükségtelen. Önként elszállt madarunknak párja is akar. Együtt fognak-e repülni? Elmegyek magamtól, belátom. Együtt. 24 órán belül kiüríti az iskolát. Az igazgatással megbízott kántor úrnak átadja az iskolakulcsot és a tanszereket. Igen, főtisztelendő úr. És ön is. És. Nem lehet így meg kitessékelni. Csak engem. Az anyácskám pedig hazudott. Azt mondta, légy becsületes. Lehet. Nem lehet, nem érdemes. Láza van, kardás. Jöjjön haza, Kató főz finom teát. Na, kukuriku. Kukuriku. Kokoriku! 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 Hiszi maga, hogy az ifjú nagy? Nem tud erről. Erről, ami ma itt történt. Semmit? Nem tud. Maga is férfi. Maga is ostoba. Lehet-e, hogy ne tudja. És ha nem tudja, eddig már tudnia kell. Már rég itt kellene lennie, de nincs itt. Nincs. Leszaggatták a ruháimat, az ingeimet is. Mit fognak szólni búzavirág szemű kis parasztlányaim, ha holnap már nem látnak az iskolában? Holnap után már más tanítja őket. Megrombolja az egész munkámat. Megsemmisíti mindazt, amit a világos kis fejükben felépítettem. Mondja. Becsületére mondja. Tud-e, vagy nem tud erről? Ő. Nem tud. Vigasztalni akar. De nekem nincs szükségem semmilyen vigaszra. Én ki fogom keresni az igazamat. Én az állam szolgája vagyok. Az nevelt, az küldött ide. Sehova se megyek. Mindenütt azt fogják mondani, bízzam magam rájuk, csak rám.
Mérdő vagyok, Ruth, buklis öreg. A fiatalság csak annak szép, aki el akarja rabolni. De nekem a Ruth. Kartárs, én elveszítettem a szívem. Én gyáva vagyok, én nem vagyok feminista. Én csak egy asszony vagyok. Fogad. Robogás! Senki, senki, mindenki a vétel, egy lélek sincs az utcán. Na, jól van, mert menjünk, nézzen ki az ablakon. Arra, a patika előtt, vagy a nagy utca felől. Senki. Senki. Van magának úti költsége? Nekem nincs. Nekem sincs. De van. Lesz. És maga hova megy? Elkísérem. Hova? Haza? Anyámhoz, szégyen szemre? Tudok egy állást. Két állást, a kettő össze van kötve. Úgyhogy összekötve. Tanító, tanítóni, egyházban. Két lélek, egy konvenció. Hitves társak! Valahol. Talán. Most még barátok. És mi ketten oda mennénk? Oda. Hol ez a hely? Erdélyben. Ott is ez a falu a legutolsó. Én ott születtem. Kert van? Erdélyi fejedelmek virágos, vadas kertje volt valaha. Úr, lakik abban a faluban? Nem. Hússal nem igen élnek ott az emberek. Puliszkával. Gáncával, növényel! Nekünk ott kettőnknek jó lesz. Nekem ott magával. A mennyország lesz. Szegény ördögök vagyunk mi. Megyünk, hogy hivatást teljesítsünk. Együtt. Az egyik nem alázza meg magát a másik előtt. Dolgozunk. Szenvedünk, várunk, élünk, pakoljunk. Szereztem. Egy pár cipő egy negyed év alatt. Ez is valami. Ez már bele se fér. Pakolja maga olnia közé. Fogad, robogás. Az öt lovas túl. Az öt lovas egy ember. Ezt se látom többet. Erre a falun át a kastélyba megy. Alkalmasint a szeretőjéért megy. Hogy gyűlölöm. Ameddig élek, ez a gyűlölet. Ez az emlék. Ennek az embernek a sötét arca ellenmúlik a szívemből soha. Pakolni, pakolni. Mégis erre jön? Csak ugyan. Hagyjon vele egyedül. Nem, nem, nem! Maradjon itt. Én itt maradok. Le akarok. Le fogok vele számolni. Én. Egyedül én. Hagyom vele egyedül. Jó napot. Beszéltem az urakkal. Urak. Gyep alá teszek néhányat közülük. És azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek. És semmi rosszat nem tudom. Azok a frány a cigány... Nagyon szépen muzsikáltak. Hát nem haragszik. Nem. Csak nem aludtam. Én sem. Tudta ki húzatni? Tudtam. Hát akkor a nagy kidobás után, hogy először kerültem a színe elé, nem hagyja ide kegyelemből a kezét? Akkor csak ugyan megteszem, amit mondtam kisasszony, szívem leve magam. Jól van, jól. Csak menjen.
Le sem ültet. Elviszem az álmát. Itt bajosan alszom többet. Elmegy? El. Miért? Elcsaptak. Rájuk parancsoltam, hogy jöjjenek vissza bocsánatot kérni. Beszaladtak a patikába megtalálni a kellő formát. Mentse meg tőlük, kérem. Milyen elégtételt adtam? Semmi. Tudom, nem hibás. Tőlem, Flóra. Milyen elégtételt adjak én? Semmi. Legyen józan. Soha kevesebbet nem ittam, mint amióta itt van. Valami furcsa dolog történt velem is az alkohollal. Tudja-e, Flóra, hogy egyetlen egyszer is nem voltam becsípve az utat. Egy pohár bor mellett olyan gyönyörűen elbusultam, hogy élvezetni. Felköltöttem magamat 3 órakor, hogy javarosabban gondolkodhassak magára. Az életemnek újra tartalma lett, Flóra. Most először örültem annak, hogy gazdag ember vagyok, és most először láttam azt, hogy nem lehet megvenni mindent pénzét. A vidékházunkban például sosem jártam. Most minden nap bementem. Leszakítottam a nyílóvirágot, magam kötöttem bokrétába, majd a patika ablakából lesse, mi történik vele. Maga egy nagy paraszlányhoz áronkadom adta, majd jóra sárba taposztatta, Flóra. Mégiscsak kedves ember maga. Végre egy jó szót, hogy kapok. Magával? Magával mi történt az ügyben? Voltak éppen semmi. Elmegyek innen. Elmegy. Tudja, itt nagy a sár. Nem lehet csak pallón járni. Én meg nem tudok még pallón járni. Meg aztán egyéb dolog is történt vele. Mi? Hozzászegődtem valakihez. Kihez, Flóra? A tanítóhoz. Ehhez? Flóra, ehhez? Szereti? Azt azért nem merném mondani. És akkor miért, Flóra? Mert férfi volt. Megállott mellettem, amikor más... Akkor más férfi beletelkedte a bajba. Talán valamikor a felesége is leszek. Akar mindent tudni. Hát tudja meg. Náluk a házasság a zsák krumpli kérdése. A férfi is vesz egy zsákkal, meg a nő is. Így elérnek. Lenni, enni. Már látom magam. Vagy nagyon kövér leszek, vagy olyan leszek, mint a száraz aszot. Kis tanító gyerekek, mint az eleven nadáj, tapadnak a mellemhez, és kiszkívják a véremet. Én is így szívtam ki az anyámit. Ha kövér leszek, udvarolni fog a pap, meg a főúr. A legalsóbb faluban is van egy főúr. Hízelegni fogok neki. Különben elcsapad, mint itt. Ez hozzátartozik a vallás erkölcsi alaphoz. Nyugodjék meg, Flóra, ez nem lesz. De így lesz. Nem lesz, Flóra. Így. Nem! Amikor először láttam magát, arra kértem, legyen a kedvesem. Flóra, most azt kérem magától, legyen a feleségem. Csodálkozva néz rám. Nincsen szava. Nem ért engem. Azt hiszi, hogy meg akarom magát menteni. Nem, Flóra, nem. Én akarom magamat megmenteni. Belefogózkodok a szoknyájába, és hogyha lepontja róla a kezemet, vagy hogyha nem engedi, akkor én elveszem, Flóra. És a lovaglóstoromban csapom ki annak a szemét, aki kancsalul néz rám, amikor az elcsapott tanító kisasszony viszem a paphoz. Elég volt ebből. Kegyetlen tréfa az ilyen. Engem, maga, feleség! Isten engem úgy segélye, Flóra! És itt tőkőben nem maradhat, hanem! Itt minden vérben is morva hullatja, ha vele lesz az enyém! Miért néz olyan erősen? Gyönyörködöm.
szép egy férfi, amikor nemesen és igazán haragszik. Hogy tetszik nekünk? Magának nincs fogalma arról, hogy milyen az, amikor egy lánynak először igazán tetszik valaki. Tűzanyoszoljánk, azon állunk. Ébren is alszunk, álmunkban is ébren vagyunk. Csupa izzó fényesség a lelkünk. Bűnöket követünk el a tarrend ellen. Ki nem javítjuk a rossz mellékmondatokat. Mint egy nagy, erős nyárfa. Magas, daliás, lombos. Mintha elidőnk, utunkba állna. Szeretnünk felrúgni. Igen, lábunkkal illetni. Aztán nem tudjuk, hogyan és miként. De szeretnénk karjainkat a törzse körül fogni. És ölelni, ölelni, ölelni. Mit tudnak maguk egy lányról, ha szeret? Beszéljen, Flórácska, kérem, beszéljen! Én magamról? Hogy én is magába szeressek? Nem. Védekeznünk kell. Védekeznünk kell magunk ellen és az ellen, akit szeretünk. Mi lenne velünk, ha úgy megtudná, amit mi tudunk? Jönnének és leszakítanának. Kidobhatjuk a virágaikat. Ki a sárba. Nézzük, ahogy belé tapossák. De mindenek előtt. Már leloptunk egy szálat a kidobott virágból. Magányos éjjel illetjük, és betesszük a Bibliába Mária szemképe mellé. Ez az én világom, Flóra. Ez az én világom volt. Miért nem ölel meg? Az iskola. Nem tudok. Nem akarok többet gondolkodni, nem. Többé nem. Maga most nem tud. Én is alig. Majd, hogyha a mennyasszonyom lesz Flóra, majd akkor. Előbb elküldök, hogy megkérjék az apámat és az anyámat. Thank you.
elpusztanító úr. Jó napot, nagyságos úr! Mit nagyságos, he? Huncut az úr? Bizaz, egy kicsit huncut. Miért hordol ilyen galért, tanító? Tréfálkozni tetszik velem, tréfálkozni. Én? Inkább nagyon komoly dolgom van veled. Hallom elvén? E. Egyedül? Egyedül. Ketten mentünk volna. No, ennek ugye hamar vége lett. A nagyságos úr mit akar itt? Én? Gyöngyét akarok menni hozzád. Mondhatnám, hogy menj a felébe, de nem mondom. Mit tehetek érte? Csak egyet, nagyságos úr. Ő mondta, hogy... Ő akarta, hogy mondjam én. Csak arra kér Gyöngyédet. Nos, az üzenet a következő. Nagyra becsül, tisztelt téged. Tisztelt? Mit nevez, tanító úr? Semmit, csak nevetek. Mennyi lop fűrészmunkát csináltam néki. Mérték után csináltattam magamnak Szegeden ruhát. Petőfi összes lírai verseit leírtam neki. Magam is eredeti verseket írtam, bár azt nem szoktam. Tudományos elme vagyok, én finnista vagyok. Én egy szamár. Nyugodj meg, tanító úr, okos ember vagy te. Becsületesen, én mondom egy jellet. Egy nagy kertbe, egy kis tanítói lapba vittem volna. Növényeket és énekes madarakat ettünk volna. Én írom az osztják etimológiát. Ő a vállamra hagyja a fejét. Nagyon lassan ég az a fagyú gyertya. Csak csúfolódni méltóztatik velem a nagyságos úr. De mit nagyságos, hát? Csak cigány meg zsidó magázzal visszategező. Mondom, hogy huncut az úr. Bizaz, egy kicsit huncut. Mondsa. Ki tetszik belőlem szorítani a lelket? És azt tetszik akarni, hogy kilógó nyelvem utolsó mozdulatával megnyaljam a kezét, nagyságos úr! Engedelmet, hogy ülök! Az értség nekem az ölembe szállt. Szeretnék még beszélni az illető kisasszonynal. Talán nem is kell. Megszomorítaná. Azaz. Alkalmatlan lenne neki. Ez a mi dolgunk, tanító úr. Férfiak dolgok. És mit akar az úr? Azon leányban. Én? Elveszem. A feleségem lesz. Természettudományi alapon állok. Azt mondom, nincs. Csak erő és anyag. Jó, elég volt. Ne, nem volt elég. Csak most kezdődik. Nagyságos úr, hát én, hogy is mondjam. Szíveskedjék közölni kartásnőmmel, hogy én nem vagyok többet. De itt vannak. Itt maradok. Itt fogok sántikálni és kóborolni a falu körül, mint egy portáról kivert kutya. Elmegyek a boltoshoz, nyolc gyerek mellé nevelőnek. Itt maradok és figyelni fogom a dolgokat. És hogyha úgy válik az én nemes, szép, egyetlen és elhagyatott flórámmal, ahogyan ön szokta, akkor az úrnak velem lesz dolga. Meglesem őt, amikor sörözik a kaszinóban. Alszik az új kedvesem mellett, az anyjával megy a templomba is. Mivel én gyenge ember vagyok, kipótolom ezt. És orrul, hátulról, anatómiai ismereteim teljes felhasználásával leszúrom őt! Rendben van, tanító úr! Rendben van, itt maradsz! Egy könyvtárra fogok berendezni neked az új kastély részben. Te leszel az új könyvtárs! Közöld ezt a kisasszonnyal! És hogy az anyám és az apám 10 perc múlva itt lesznek, hogy megkérjék a kisasszony kezét. Egy kis hideg kiáltott csirki. Ezt a combot, meg a májat. Az úzát maga szereti. Mit tön maga engem? Egyáltalán hagyjon engem békén! Hagyjon ezt meg nagyon stoppol! Az egész világot egy libának nézi, amit csak tömni, tömni és tömni kell! Hát maga Katóka. No, hát nem éhes. Tessék egy kis szárnyacskát, egy melleskét, egy egész kappalocskát! És mi ez? Ez egy kirántott csirke? Ez egy kirántott elefánt? Hát csirke ez, miféle csirke? A Pipi! Nem emlékszik. Én nevertem.
csípkedte ocsúért. Megeteti, megöli és megsiratja. Ha nem merenni belül? Nem. Sajnálj. Tudja, hogy a maga jóságával és önfeláldozásával utálatos? Nem haragszik? Csak magamra. Én szeretnék segíteni. A folyónak, hogy folyik. Haratókat látok. Én... Elfárad azoknak a munkájában, igaz? Ha fárad beteg asszony mellé buksi fiút látok... Szeretni helyette megszoktatni! Még képes arra, hogy sajnálja a gőzgépet, mert a sok magot húzza. A maga urát azt nem érintem. Pedig ha lesz, annak jó dolga lesz. Belefúlhat a tejsűrűs kávéba. Boldogult jó anyámtól tudom, hogy mi asszonyok azért vagyunk a világon, hogy szolgálatára legyünk a férfinak, aki dolgozik helyettünk. Az a férfi, amelyik jó posztot kap, rossz fér nem lehet. Én pedig ezennel felmondom a posztot. Könyvtárnok lettem az új kastélyban. Pista is ezt akarta. Pista nem fél. Pista becsületes lett. Azt akarta, hogy maradjak. Minden percben láthatom majd. Bizonyos már? Bizonyos. Van valami bestelenség, hogy állást fogadtam el a vetélytársamtól. És ezeket nekem mondja. Hát kinek mondjam, ha nem magának? Maga az én bizalmasom. Na, hát bizalmasom lesz. Megbeszéljük, vigyázzunk együtt. Na, hát mit csinál? Rígy! Hát no, ne ríjon már! Egye be utálatos. Én itt maradok. És ha kell, fél fog fonni. Milliomos fél. Alki viádész fél, keresztény fél! És azok nem jönnek. Kik? Az öreg nagyik, hogy ők majd ide jönnek megkérni a tanítónét. Soha ugye nem jönnek. Ott jönnek! Itt vannak! Hol van fura? Merre jön? A parasztasszonyokkal beszéltek odakül! Hívja be gyorsan! Flóra! Flóra! Bátorság! Az öreg Nagy István vagyok. Egyszer már volt a fiam küldött Tecito de Vier-t. Tudom. Jön az anyja is! Hajd! Előbb meglátom, megérdemled-e. Én és nőm megjelentünk a kisasszony előtt. Nőm és én, nevezzen engem a kisasszony bácsinak, legyen hozzám bizalommal. Bácsi! Mit kerülgeted, mondjad már ki? A fiú ránk parancsolt. Hogy ide jöjjünk, megkérjük. Hát, én megkérem! És a nőt. Én is. Megkérem! Na, hogy jutott eszébe a kisasszonynak ezzel az úrral kikezdeni? Csak azt szeretném tudni, hogyan jutott eszébe, hogy szemet vessed rá. Mondok én valamit a kisasszonynak, de kezdett rá, hogy nem szól. A legutolsó peszt rátam adnám a fiamhoz. Is van! Na jó, hát megkértem, de nem titkolom, hogy mit gondolok a fiamról. Mi derengett érdekelhől? Mi félünk tőle, azért jöttük ide. Aztán valami bajának is kell lennie. A dajkája. Kicsi korában lejtette. Ez volt, te voltál, menj ki! Valami bajának kell lenni, másképpen nem lehet. Megveri a kisasszonyt a nászégyelükön. Engem, bácsi. Téged. Iszik. Ittam én, mama,
Itt áll is van. Na de megkerestem, keresetek Rajtárt! Úgy tudja meg a kisasszony, hogy minden, amink van, az enyém. Mind a 9 birtok, az enyém! A miénk minden. Bácsi, én tudok spórolni. Otthon én számoltam meg a tarkababot, hogy hányszer, mint a gyerekek. Babon spórol. Ilyen lány akarja a fiút. Isten márja, úgyse megcselekszem azt a tréfát, hogy minden a barátoké legyen. Pedig utálom őket, ha meghalok. Egy ilyen szép, erős öregember, bácsi. Tovább él, mint a fia. A persze, hogy tovább élek, hanem megszerzi nekünk azt a csúnságot, hogy nekünk kell eltemetni őt, és nem, hogy rendjél ma neki minket! Na de hogyan él ő? És hogyan él? Egész a kocsin ülök, ott vagyok minden vásáron. Mit akar a mi fiunktól? Ami szép, ami egyetlen fiunktól! Hogy azt mondj? Nyugodt meg, ha leányt kérni jöttünk. Látom, bácsi. Nagyon is megkérlek. Ha napom asszonynak lánya volna, s azt úgy elkínoztam. Az én lányom az méri! Az én lányom az mered mérni magad! Papi nincs! Mi? Hát nincs! Mi? Ebben igaza van. Vigyázzok én, nagyasszony, hogy bár szigorú vagyok, de igazságos legyek. Nem mertem én álmodni se arról, hogy a fiúk felesége lehetek. Ő álmodta. Verjék ki a fejéből, ha tudják. Elmegyek innen, vissza se nézek. Látod, mama, de ebből a nővel lehet beszélni. Csimora! Kisasszony, látja itt ezt az út? Látom. Ez az út? A Csáros út? Kripói és Krepalicai soló. A Macsáros soló! Mondjuk, hogy a nagyságos út az én fiam, ha meg nem sértem, mintha a másik fiam volna. Ott nekem másik fiam tudom. Is. Isten nyugtassa. Na, hát a nevemet nem viselheti, de az ő neve sokkal szebb. És több, de ráirathatok 500 hold jó bácshajföldet. Na, akar-e ennek az én megfogadott fiamnak a felesége lenni? Én megkérem ennek az igazi úrnak. Ez az úr. Ez az úr? Á, értem. Állítanak valakit helyett. Ennek lehetnék a felesége? Jó értem, ez az? Ez még több. Kisasszony, mosolyog. Miért? Mert rossz, rossz, rossz! Igaza van, kisasszony. Mert rossz vagyok. Utálom embertársamat, és ez a rossz szakály. Ez az úr egy órával előtt fölöttem, mint elkülönsen, elbetemedett lány fölött ígérkezett. És most kész feleségül nem? Az közügy volt, ez pedig magának. Lehetetlenné tett a kenyérkeresetemben. Hogy lehetővé tegyem, mint úri nőt. Föltettem magamban, hogy gyötörtetni engedem magam mindaddig, ameddig csak bírom. De ezért a borongaságért. Mert felteszik rólam, hogy elmennék ehhez az úrhoz, mikor egyetlen férfi volna is a világon. Nem felelek gorombasággal. Így beszél a szolgabíró úrral? Nekem nem szolgabíró. Pedig étkézláb ember. Dolgozni is tudna. Sajnálom, ennyi az egész. Ha most férfi lenne... Ha paraszt lennék, az lenne csak önnek jó. Bezárkóznék velem. Előbb a zsandárőrmestert hivatná, és csukott ajtók mellett ütne és rúgna, üttetne és rúgatna, amit csak össze nem esek. Nagyságos asszonyom, bátyám, az én politikai exponáltságom nem engedi, én talán ki is mehetek. Úgy látom, igen. Ezt ugye kifizette. Szigorú, de igazságos.
hanem mindezzel nem megyünk semmire. Nekem a kisasszony valami nagyon megtetszett. Jutott eszembe valami. A jó Isten adott áldást az idén. Olyan búzatermésem volt, mint még sohasem. A marhával sem jártam rosszul. Van pénz. Kisasszony, szereti a pénzt? Nagyon. Nagyon. Ha nekem pénzem volna. Mi mindent lehet csinálni pénzzel? Mit csinálnál vele? Azt hiszem, nem tudnék többé elaludni. Örömömben a tudatban. Az a pénz, az a minden! Ha annyi, amennyi ebbe van, fogja meg. Milyen pohos. Mi? Na, fogja meg, erősebben. Ez a két fak, csak ez van tele. Előpénz, ez csak előpénz. Az egyik ökörpénz bécsi, a másik magyar pénz búzája. Az egyik 35 ezer, a másik 40. Egy forint sem jelzik belőle. Nem korona. Oh, nem számolok koronában. Akarja a kisasszony megolvasni? Nem? Hisz nekem. Egyszerű ember vagyok, de pénzt úgy olvasni, mint én, nem olvas senki. Ami pénzt én megolvastam, a Szentírás. Na, nyúljon bele. Ne legítse meg azt a kis ideg ujjacskáit. A nagybankó meleg, na próbálja csak. Csak ugyan, szinte süt. Na, fogja meg még a... Fogja meg, vagy az egyik csomók, vagy a másikat. Azt töpelje, szeme van a kezére. Azt, hogy nem láttam még pénzt így megfogni. Te mamam, ezt a lányt, ezt a kisasszonyt. Ez ami az én emberem, vegye ki! Vegye ki! Te kislány, egy krajcár tett a tárcám, egy krajcár. István, ez célzás, add neki vissza. Nehogy adom. Nekem nem adott soha senki is egy krajcár. Mi adta? Hogy fiasztassak. Nekem 6 darab van. Egyet a bácsinak adok. Nekem ez annyi, mint magának az a 4 millió, amit kínált. Csak hogy én nem követek érte árulást. Én nem akarom megvenni érte a bácsi lelki ismeretét, mint az úr az enyémet. Én ingyen adok. Kisasszony, becsületes lány, de nem okos lány. Mi, szülék, megpróbáljuk, beszélünk a fiúval. Nem. Előbb beszélek ennek a fejével én. Gyere ide, kisasszony. Na? Nem akarod, hogy tegezzelek, nincs is rendjén. Ilyen pesti nagyságot. Nagyság ide, nagyság oda, megvan a baj. Majd elrendezzük a dolgot mi ketten. Mi, nő. Menj innen, mit avatkozol asszonyi dologba? Gyere ide! Közelebb. Én, hadd látom a fejedet. Szép haja, szemed van. Ma már a szegény lányok is mind szépek. Menj ki is már azon a büdös szivarral! Kifüstölj! Menjetek ki! Szép szerencse! Az én fiam valakibe beleszeret. Mi? Egy igazi hercegnővel is táncolt. Őt választották ki, hogy táncoljon vele a
király előtt. A hercegnő beleszeretett, de a fiam azt sem vette el. Hát muszáj mindjárt házasodni, ha az ember egy vásba beleszeretett. Mi asszonyok, jobban tudjuk ezt, ugye, kisasszony? Főleg, magunk közt marad. Mondta csak, itattál vele valamit, azt mondják, ti tudtok szereket. Néni! Egy szó se esik róla. Mert elrendezzük a dolgot mi ketten. Nincs szükségünk senkire. Az a fiú beteg lenne bele. Kíván téged, borzasztó. Milyen szép, milyen derék fiú. Ha a hercegnő szerette, pedig asszony volt. Megkérlek, légy a kedvesem! Nagyasszony! Az oszmám, kiszegírozom előlem! Az oszmám, megfúlom, István, asszonyok, István! Levegő! Istvánkám, ő nem akar! Nem akar! Mert én mondtam! Bácsi, vigyelj innen a nagyasszonyt, és maga is menjen el! És ha én is jött el! Öt személyes felelősségemre az iskola szikülés alapján elutasztottam, kétszer után el! Ez az, Juppan! Az más. Most visszamennek a fiúkhoz. Ifjabb nagy István úrhoz, aki önöket ide küldte. Azt mondják, nem végezhették el a küldetésüket. Csak belekezdtek. Bárhol is, hogy mondjanak akármit, de jól vigyázzanak. Hazudjanak. Hazudjanak. Vigyázzanak. Vissza fognak jönni a fiúkkal, és meg fognak engem kérni. Még nem tudom, mit fogok mondani. Elmegyek-e az önök fiához? Lehet, hogy igen. Lehet, hogy nem. De maguk el fognak jönni. Komolyan és meggyalázás nélkül. És ha nem, a fiúk tudom, bárhová eljön. Meg fogom mondani a fiúknak, hogy kértek meg. És így tudom, kőkövön nem marad. Romba dől, tűzbe borul, borba fog fullni minden. Azt mondják, a nagyasszony mondja, hogy megetettem, bántam vele. Hát nem bántam. De bánni fogok. Föllázítom a fiút az anyja ellen. Elveszem az apjától az egyetlen fiát. Én csak egy rongyos kis tanítóné vagyok. Egy senki. Egy ide szaladt fiatal leány. Parasz gyerekeknek néni. De tudom, olvastam, hogy kell rossznak és nagynak lenni. Ha úgy akarják, ha a nagyasszony úgy akarja, leszek a fiúk kedvese is. Egy darabig. De csak addig, amíg föl nem égetem és meg nem semmisítem magukat és mindenkit ebben a földfaló ostoba fészekben. De maguk el fognak jönni, hogy megkérjenek. Tudom, eljönnek. És most elmehetnek. Thank you.
ide tart! Az asszonyok mozdulnak, a férfiak borotválkoznak! Óriási a felfordulás, és nekem nincs pogácsám! Hamar, hamar, bor, pálinkát, pogácsát! Még a főúr is ide vezettette magát. Itt papra, eskető papra lesz szükség, és nekem nem is szólnak, iskolás lányoktól kell megtudni. Jó, te vagy az kis bogaram. Na ugye, hogy ugye. Kató, bort adjál. Ma bort iszunk, az utolsó pohár bort. Nem bánom. Ne nézzen ide, káplán úr! A stóla magáé, de a pap én leszek. A kezedet. Ma már minden nálam nélkül történik. Ha egyszer eljöttél volna hozzám gyónni, igaz, azóta egy nagy vizitem volt, sleppes szoknyájú öreg nő, ez szeretvert a slepje. De azért legények vagyunk mi. Kicsit gőgös vagyok mi, nyakos. Az esküvőt azért még kivárjuk. Hadd látom a szemedet. Mi ez? Forró és nedves. Ez könnyű. Lacrima felicitatis, a hetedik benem iktatott szentség. A boldogság jósága. Istenem, csak a fehér violának van ilyen finom illata. Forró a fejed. Na hirtelen jött boldogságtól van? Vagy lassan jött? Ne felejt! Látom, hogy fáraszt a beszéd. Csak azért jöttem, hogy lássam, hogyan viselik magukat az öregek. Úgy látom, hogy jól. Pedig okosságot nincs mit várni a gazdag emberektől. Az ő ostobaságokon múlik, hogy ilyen nyavaját a világ. Én ott voltam, amikor a másik fia végzett magával. Akkor még kutyakemény ember volt. Nem sírt. Nem sírt! Csak annyit mondott, ha ezt tette, jól tette. Csak utána vágódott el, mint a zsák. De a másik héten már fekete ruhában kupeckedett. Fekete kesztyűben fogta meg az ekeszarvát. Én azt hittem, hogy ez az az ember, akit soha nem lehet megtörni. És te megtörted, lányom. Azért mondtam annak a fiúnak, hogy te egy derék, nagyon derék lány vagy. És azért mondom most neked, mert tudom, beszéltem vele, hogy ez a fiú derék fiú. És ezért szép az élet. Fiat veritas et vita. Na, sírsz-e még? Nem sírok, szent atyám. És azt sem akarom, hogy mások sírjanak. Nézze, már nem is könnyes a szemem. Mikor jönnek, nagyék? Most.
Főúr, milyen termésük volt az idén? Kukorica semmi, komló egy kevés, búza az volt. Fő dolog a búza. Ha búza van, minden van. Apa. Azért jöttünk, én és nőm, hogy a kisasszony kezét megkérjük ennek az én fiamnak. Eljönnél hozzá! Nem. Nem. Az apámat Flóra nem értette? Ő nem akar, nem! Nem, nem. Nem. De legyen nyugodt, meg fogja érteni, hogy értem. Ha bácsi, ha nagyasszony. Nagyon jók hozzá. Ide jönnek. Megalázzák magukat, hogy ne cselekedjenek a fiúk kedve ellen. Ez annyi. Ez annyi, mintha az egész hátra levő életüket áldoznák rá magáért. Szeresse őket érte. Még jobban, mint eddig. Nincs az embernek senki. Se testvére. Se hitve se. Még szerelve se sem. Akármilyen közel, mind messze van. Csak azzal vagyunk egyek, aki az anyánk, az apánk, a gyerekünk. Péternek volt igaza. Az öccse a fénygyilkos lett. Hallja csak, hallja! És a halálba kergették. Apám, anyám, itt valami történt. Flóra, egyedül akarok magával beszélni. Nem történt semmi. Meggondoltam. Amennyire egy ilyen asszony elve képes, mélyen meggondoltam magamban. Volt egy pár pillanatom, egy-két borzalmas pillanatom, de magát sem szégyen, sem megaláztatás nem érheti ezért. Maga nekem mindig az a férfi marad, aki kislánykoromban álmodtam. És aki kívül más férfi képét nem látom soha. Az okát, Flóra. Az okát. Szerete vagy nem? Igen vagy nem? Nem szeretem annyira, mint amennyire kell. Nem úgy, hogy el ne tudnék menni tőle. Eltudunk. És ez mindent megmond. Egyszerűen azt hazudhatnám? Nem. Elment a kedvem tőle. El is ment. El is mehetett egy kissé. De miért váljunk el rossz kedvel? Talán egyszer még pályázom, ha öreg leszek, valamelyik birtokára tanyai tanítónőnek. No. Istenem. Össze-vissza beszélek, nem is értenek. De maga megért. Egy kisé megértett az én nagy szerencsém. Nem vagyok egy csaló, aki ide cseppentem, betolakodtam. Hittem, úgy éreztem, hogy kicsin vagyok magához. Kicsin és más. Maga a kicsi. És én vagyok a nagy. Látom magam. Gyön, Pesten keresztül gyön egy idegen lány, és egyszerűen elrabolja a szüleitől a fiút. Ez nem igazság. Én nem vagyok kalandor, nem vagyok kalandor. Mondta, hogy az Flóra kiverte? Itt senki! De maga más rang, más osztály. Magának fölfele kell törni. Maradjon mindenki a maga rangjánál. Ugye, néni? Édes jó. Kegyetlen néni. Most már megérdemlem. De talán érdemes mindenek felett elgondolkozni egy kissé, Flóra, mert beszélni szeretnék magának. Nem. Többet nem. Ebben az életben nem. Én vagyok a gyengébb, elismerem.
Péternek volt igaza. Most én mondom, hogy Péternek volt igaza. És a halálba kergettétek, ti! Ti! Gyűjteni! Bele vagytok őrülve a gyűjtésbe! Kinek? Minek? Nekem ugyan nem! Én fütyülök a millióidra! István! Az apád! Az apám volt, ez az én apám! Akkor én most szakítok az apámmal. Az anyámmal vele is. És kérdezze magától. Hogyha így ebben az egy ruhában, így ahogy vagyok, hajtani tudok a lóhoz értek, kocsis még mindig lehetek. Ha így állok maga elé, akar-e akkor? Nem. Így sem. Akkor sem. Mandulát a boltban. Most már bevallhatom. Mi ettük ki Katóval a fiókból. Simítsa végig az arcom. Nincs rajta árnyék, amit lesimítson. A szemedet. A szemedet azt szeretném megcsókolni. Mind a két szemedet. Menj. Kis szolgálóm, és vezesd a világtalanokat. Kato. Ez jó fiú. Kartás. Ez jó lány. Most pedig nincs mit tovább búcsúzni. Mit érzékenykedünk? Emelt fővel jöttem, és fölemelem, amikor elmegyek. Dicsértessék! Isten áldja magukat! A gazdagok ostobasága olyan, mint a tenger. Kimeríthetetlen. Elvesztették az életet, a jövőt.